sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Annak idején még a telefonoknak a képernyői nem voltak túl nagyok. Na nem a Nokia 3310-es, vagy éppen az N82-es időszakra gondolok, amikor még a tartalomfogyasztás nem volt fontos szempont, nem is a Symbianos vagy a Windows fonos korszakra, hanem az új trendekre, amikor androidos fronton már nem ritka a 6, 6 és fél 7 panel sem. Ez viszont filmezéskor, esetleg böngészéskor jól tud jönni, egykezes használatnál viszont nem. És éppen ezért vannak azok a felhasználók, akik kisebb, rövidebb újakkal tenyérrel rendelkeznek és vágynak valamilyen kompakt készülék. Jött is pár ilyen modell, viszont mindig valamilyen közepes hardware -rel. Az iPhone 12 mini viszont megmutatta, hogy lehet csúcskészüléket kisméretben is piacra dobni, és bármennyire is azt hittük, hogy mekkora siker lesz majd az a modell, volt egy-két hátránya a készüléknek, illetve a piac is azt mutatja, hogy most már a felhasználók megszokták a nagyobb paneleket. Az ebőlnél viszont nem egy évre terveznek, hanem többre, éppen ezért az iPhone 12 mini megérkezett az utódja, az iPhone 13 mini, amit az iStyle Magyarország biztosított tesztelése nekem. Az iPhone 13 mini pedig lényegében az összes csorbát kiküzöböli, amivel az iPhone 12 mini küzdött, most már normális üzemidővel rendelkezik, kiváló kamerás képességekkel bír, bár nem a legfejlettebb, de még mindig jól használható az AMOLED képernyője, szóval, hogyha valaki kompakt méretű csúcskészüléket keres, akkor bizony az iPhone 13 mini remek döntés lehet számára. a doboz, senkit nem fog lázba hozni, már a kialakításán is látszik, hogy egy aprócska csomagolásról van szó, amiben mindössze a telefont, illetve egy adatkábel találunk, plusz néhány használati leírást, egy matricát, illetve egy szintűt, az adaptert már tavaly is a környezetvédelmi okokra hivatkozva száműzte a gyártó a dobozból. Na tehát érjünk rá inkább a készülékre, ami elképesztően minőségi és apró, tehát tényleg egy tenyérben nagyon jól elfér, a mai hatalmas okostelefonok mellett eltörpül. Még hogyha mellé rakom az iPhone 13 Pro-t, akkor is látszik, hogy mennyivel kisebb készülékről van szó. A kompakt mérete pedig sokaknak lehet előnyös tulajdonság, mindössze 7,7 mm vékony, és csak 141 g tömegű, észesen vesszük szinte, hogy a zsebünkben van, vagy a kezünkben fogjuk. Nagyon kényelmes a használata. A könnyű kialakítás ellenére nagyon minőségi üvegelő és hátlappal rendelkezik, plusz alumínium kerettel, fantasztikus összezerelési minőség jellemzi. Ráadásul az IP68-as védelmet már odaig fejlesztette az Apple, hogy 6 méter mélységben is 30 percig képes ellenni, tehát hogyha belepottyantjuk valamilyen édesvízbe, akkor sem lesz elvileg baja, de azért ne próbálkozzunk ilyennel, sós vízbe vagy meleg vízbe pedig semmiképpen nem hogy Hogyha körbenézzük a telefont, akkor a jobb oldalán van egy egész nagy bekapcsoló gomb, a bal oldalán pedig ott van a kis billenő kapcsoló, amivel el tudjuk némítani, illetve egy hangerőszabályozó gomb páros. Valamint itt van a SIM tárca, amire egy darab nanoszimet lehet helyezni, viszont dual SIM képes a telefon abban az esetben, hogyha a másik az egy e amit ugye rávarázsolnak, rákódolnak a készülékre. Alul pedig van egy Lightning csatlakozónk, sajnos még mindig nem USB-C, illetve egy hangszorunk, aminek van egy párja fölül is, nem a készülék tetején, hanem a beszélgetés kiejtési van szó. A hangminőség nagyon jó, bár nincsenek dübörgő mélyek, de nem sercegnek a magas hangok, rosszabbul szól, mint egy iPhone 13 Pro, de a stereo hangzás még így is élményszámba megy. A telefon hátulja ugyanolyan, mint az iPhone 13-nál, fényes, ugye a pro pedig mat. Viszont a kamerát körülvevő rész itt mat, az iPhone 13 pro pedig fényes, így is meg lehet különböztetni legalább a telefonokat, és most már átlósan helyezkednek el ezek a kamera lentség, pont azért, mert most már megkapta az elsődleges kamera a szintű stabilizátort, ami még tavaly az iPhone 12 Pro Max-nak volt a kiváltsága, de hihetetlen, hogy az Apple nem különbözette meg az iPhone 13 minit, t például a 13 Pro-tól ilyen téren, persze azért kamerás képességek terén van egyéb különbség a két telefon között. Az előlapon pedig észrevehetjük, hogy a nocs sokkal keskenyebb, de mélyebb lett, tehát lefele jobban belenyúlik, ami egy iPhone 13 Pro esetén még nem túl látványos, de itt viszont jobban észrevesszük, hogy csökkenti magasságban legalábbis a képernyőnek a hosszát, ettől függetlenül a maga 5,4 incses méretével egy nagyon kompakt csúcskészülőkről van szó, 1080 x 2340 pixel jelenik meg, egy XDR OLED HDR10 támogatású AMOLED panelről van szó, ami 1200 nites pontszerű maximális fénycsülőséggel rendelkezik, tehát kültéren és beltéren is egyaránt jól látható és nem 120 hz hanem csak 60, de szerintem mindenki tudja, hogy a 60 hz az Apple nagyon jól képes átadni a felhasználóknak, az élmény egyáltalán nem csorbul, én amikor használom az iPhone 13 Pro-t, persze észreveszem, hogy egy kicsit folyamatosabb a rendszer, de igazából ez ugyanígy érvényes az iPhone 13 mini is. A képernyőnek a színei fantasztikusak, élénkek, élethűek és a betekintési szög is tökéletes, szóval tényleg egy kiváló tartalomfogyasztásra is alkalmas panelről van szó, Persze az 5,4 incses méret manapság már tényleg egész kicsinek tűnik, tehát aki már hozzászokott a nagyobb telefonokhoz, annak egy picit zavaró lehet, hogy csak ekkora képernyőn láthatja a filmeket, vagy ekkora képernyőn böngészhet. Viszont hardveres téren a maximumot adja az iPhone 13 mini is, egy 5 nanométeres A15 Bionic chipset az, ami belül található, méghozzá 4 GB RAM-mal, illetve már 128 GB-os minimum tárhelyel. Ez egy nagyon okos döntés volt az Apple részéről, hogy nem 64-es a minimum, hanem 128-as ezért azért tényleg jár a taps, bár ha azt nézzük, akkor a Salmi, a Realme és néhány gyártó már ennek a harmadáért, negyedére is legalább ennyi adattárolót ad. Az iPhone 13 pro ellentétben itt csak négy magos GPU-ra számíthatunk, nem mintha ez ne lenne elég minden játéknak a futtatására, a legújabb produktumok is maximális érsimítás és grafikai beállítások mellett képesek elfutni, melegedés az nem annyira tapasztalatú, talán egy fokkal szerintem jobban hevül a készülék, mint a tavalyi generáció, de ez a lapkának köszönhető, ez maximum erős terhelésnél van így, viszont ha rakunk valamilyen tokot a hátuljára, akkor ezt nem fogjuk érezni, esetleg a készülék elejének a tetején. Az iOS 15 operációs rendszer pedig jól tudjuk, hogy mennyire jól lett optimalizálva a legújabb hardware-re, mint hogy egyébként a régebbiekre is, és biztos lehet a vásárló abban, hogy még évekig jönni fog a frissítés, hiszen például a 6-7 évvel ezelőtti készülékekre is elérhető az iOS 15, tehát egy ilyen telefonba való beleinvestálás még évekig hozni fogja a szoftver frissítéseket, és én most nem szeretnék azért minden újdonságon átesni. Egyértelmű, hogy jobbra balra tudunk menni a földalakon, villámgyors a rendszer, vannak most már widgetek, ilyen kis áttekintések, alkalmazás mappákat is létrehozhatunk, hogy nem minden a főképernyőn legyen, van vezérlőközpontunk, értesítési központunk, és ezen kívül remekül működik az alkalmazásváltás, amit én imádok az iOS-ben, illetve az iPhone-okban, hogy a gesztusvezérlés tényleg úgy működik, ahogy én elképzelem, nem tűnik el az alsó kis sávváltás, nem tűnik el ez az, nem ismeri félre azt, hogy én milyen gesztus szeretnék, tényleg hibátlanul működik, ezt nem lehet elvitatni az Apple-nek az ökoszisztémájától, és a beállításokban is van néhány érdekesség, nagyon röviden és tömören szeretnék ezeken végigmenni, személyre tudjuk szabni, hogy milyen alkalmazás, hogyan tud értesíteni minket, a hangoknál van haptikus visszajelzés, ezt is megkapta az iPhone 13 mini, van fókuszmód, az általános módnál pedig még egy pár dolgot babrálhatunk, dátum, billentyűzet, betűtípus, nyelv és régió, ezen kívül pedig itt van a kijelző és a fényerő, ahol sötét módot aktiválhatunk, van trúton módunk és night shiftünk, automatikus zárulásunk és szövegméret állításunk is. Ezen kívül pedig természetesen támogatott a Siri, méghozzá magyar nyelven is lehet diktálni, ami sokszor jól tud jönni, hogyha nem szeretnénk a QWERTY billentyűzeten gépelni, magyarul pedig eléggé jól ért. És az Apple iPhone ismeri az írásjeleket is felkiáltójá. Amikor említettem a felültaláló szenzor sziketet, akkor még nem szóltam a Face ID-ről, pedig ugye jól ismeretően az egyik legjobb és legbiztonságosabb ez az arcfelismerés, ami az iPhone-okban van. Sajnos nem kapott semmilyen új olvasót egyik készülék sem az iPhone 13-as sorozatból. Ez nem tragédia, és úgy, hogy most szerencsére már nem kell maszkot hordanunk, így az egyik leggyorsabb és tényleg legbiztonságosabb megoldás most a piacon, de néhányan lehet, hogy még azért az új olvasót is szívesen használnánk. Meglátjuk, hogy visszahozza ezt majd az Apple vagy sem. Az arcfelismerés működik többek között, és a jobb oldali gombnak a megnyomásával duplán az Apple Pay mobil fizetés, ami szinte minden kártyát képes integrálni ebbe a rendszerbe, jól működik, bátran lehet használni, és igazából nagyon kényelmes is, ha valakinek van Apple watch -a, még azon keresztül is tud fizetni. Szóval maga az Apple ökoszisztéma az, amit sokan úgy gondolnak, hogy meg kell fizetni, amikor egy iPhone-t vásárolunk, ebben egyet tudok érteni, természetesen minden telefon ettől függetlenül nagyon drága, és sokszor nem a magyar pénztárcákhoz való, de hogyha valaki vesz egy iPhone 13 mini-t, akkor sok évig még nyugodtan tudja majd használni, főleg úgy, hogy a, a megváltozott jótállási szabályoknak köszönhetően remélhetőleg tényleg mindegyik modellre három év jótállást az Apple. Na de, ezen kívül még ami fontos, hogy milyen kamerás képességekkel rendelkezik az iPhone 13 mini. A hát, hátulra két darab 12 megapixeles kamera került, az egyik f per 1,6-os rekesz értékű, a másik pedig egy 12 megapixeles szenzor, aminek 120 fokos a nagy szöge, tehát zoom kamera nincsen az iPhone 13 miniben, illetve a 13-ban sem. Az előlapi kamera az, ami még nem fejlődött sokat, ez is 12 megapixeles, hogy meglegyen az egység, de azért ebben már lehetne némi előrelépés, hogy ne csak 720p-s legyen. Ellenben abban nagy az előrelépés, és ezt már pedzegettem, hogy a stabilizálást kapott az elsődleges kamera, elképesztő, hogy az iPhone 13 minibe is képes volt belerakni az Apple ezt a technológiát, ennek köszönhetően nem csak a képek, hanem a videók is rendkívül jó minőségűek lesznek, a kamerarendszer mindig is az egyik legjobb volt az iPhone-okon, nyilván a kamera szoftver azért sokat nem tud, mint hogy eddig sem tudott, és az Apple nem is enged nagyon belenyúlni a különböző beállításokba, lehet válaszolni a nagylátószög és a normál látószög között, 4K 60 fps a maximum felbontás, hogy a videózunk, de az iPhone 13 mini is megkapta a filmszerű üzemmódot, ennek köszönhetően képes el elhomályosítani a hátteret a rendszer, és fókuszba helyezni azt az arcot, vagy éppen azt a tárgyat, amit mi szeretnénk. Van lassított felvétel, timelapse, és illetve portréfotózás és panoráma. A fotózásnál van még az élő fotó, esetleg lehet képarányt változtatni, rácsvonalazni, illetve időzítőt beállítani. De nyilván a beállítási lehetőségek a tárháza csak egy dolog, inkább az az érdekes, hogy milyen képminőséget garantál az iPhone 13 mini, jó fényviszonyok között nappal, fantasztikusat, kiválók a színek, nagyon jó a részletgazdagság, a dinamika tartomány, minden csak szuperlatívuszokban értékelhető. Persze még egy szinttel följe van az iPhone 13 Pro, de szerintem akik nem nézik pixelről pixelre a képeket, észesen fogják venni a különbséget nappali fényviszonyok között. Ez viszont azért nem igaz a nagylátószögű kamerára, mert ez nem autófókuszos, mint a 13 Pro-ban, tehát super makró felvételeket nem lehet készíteni, viszont teljesen más perspektívában lehet megörökíteni a különböző dolgokat. Éjszaka mutatja ez az F 1,6-os rekeszérték, hogy komoly teljesítményű szenzorról van szó. A próban ugye F 1,5-ös ez a rekeszérték, ami hát nyilván azért sokat jelent a fénybeeresztés szempontjából, de még így is bátran lehet fotózni a telefonnal, akár a nagylátószögű lencsét is elővehetjük, bár annak a minősége azért nem veszi fel a verseny sötét fényviszonyok között a normál látószögű ö, szenzorral. Videózás szempontjából még mindig viszont az Apple a legjobb a kategóriájában. Ez a szenzorszintű stabilizátor elképesztő minőséget rejt magában, akár sétálatunk, sétálhatunk, kézben tarthatjuk a telefont, akkor sem fog beremegni a felvétel, és ez igaz az éjszakai filmekre is, ilyenkor is bátran elő lehet venni a telefont, és nyugodtan lehet videózgatni. Ami miatt az iPhone 12 minit szitták tavaly a felhasználók, hogy egy napot nem lehetett kibírni vele egy feltöltéssel. Most már egy picit nagyobb lett a telep a készülékben, 2438 mah beszélünk, ami még mindig nevetséges, hogyha az androidos telefonokhoz viszonyítjuk, viszont az Apple-nek az ökoszisztémája, a szoftvere, illetve az Optimalizációjának hála, azért így már kibírunk egy napot egy feltöltéssel, Nyilván nem akkor, hogy állandóan játszunk a telefonon, vagy állandóan 4K60FPS-ben videózunk, de normál használat esetén igen. Utána pedig 18 wattal lehet vezetékesen tölteni, vezetékmentesen pedig 15 wattal a megszépfel, és ennek a fele teljesítményt tudja akkor felvenni vezetékmentesen a telefon, hogyha más csí töltőt használunk. Adatkommunikációs szempontból sok mindent tud az iPhone 13 mini, Bluetooth 5.0 van benne, villámgyors a navigáció, pillanatok alatt lokalizál minket a készülék, tehát jól használható navigálásra. Ott van a két csatornás wifi, az NFC, ami kizárólag mobil fizetésre alkalmas. Egyedül infra nincsen, a DualSIM támogatás elszínnek köszönhetően viszont adott, ahogy az 5G is. Az iPhone 13 mini pedig 300 ezer forintba kerül, ez a 128 GB-os verziót takarja, ami szerintem 10-ből 9 felhasználónak elegendő is lesz. 300 ezer forint pedig egy csúcskategóriás telefonért, úgyhogy OLED kijelzővel rendelkezik, szenzorszintű stabilizátorral látott kamerát kapott, villámgyors a hardvere, és még több évig jól használható lesz a szoftvere. Szerintem nem egy egetrengető összeg, szóval nyugodtan meg lehet vásárolni az iPhone 13 minit. Persze kérdés az, hogy ekkora panel elég lesz arra, hogy a filmeket vagy éppen bármilyen más tartalmat fogyasszon rajta az ember van akinek elég lesz, van aki inkább az iPhone 13-at fogja vásárolni, aki pedig a még hosszabb üzemidőre és a még jobb kamerára vágyik, az pedig az iPhone 13 Pro vagy Pro Max felé fogja billenteni a mérlegnek a nyelvét. Én köszönöm szépen a figyelmet, szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti vásárolnátok iPhone 13 minit, mit gondoltok az ilyen kompakt méretű csúcskészülékekről, én pedig köszönöm nem csak a figyelmeteket, hanem az iStyle Magyarországnak is, hogy biztosította számomra az iPhone 13 minit. Ne felejtsetek el követni engem TikTokon sem, szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!